Ez a tábla is azt jelzi, hogy a kórház parkja, mely Szekszárd legnagyobb egybefüggő zöld területe, jó kezekben van. Spanyol Adrien érkezésével elkezdődött egy folyamat. A kórház főkertésze álmodott egy nagyot, és álmai lassan megvalósulni látszanak. Számomra ez egy nagyon megtisztelő feladat, mivel nagyon nagy kihívás, hogy egy ekkora területet szépé varázsoljuk a dolgozók, a betegek és az ide látogatók számára. És elkezdtük ezt a nagy munkát, amit én úgy nevezek, hogy nagy takarítás. Tehát átvizsgáltam a területet, megnéztem, felmértem, hogy melyek azok a fák, amik veszélyesek, betegek, esetleg kiszáradtak, a növényzetet, hogy milyen értékes növényekből áll, fákból, esetleg cserjékből, és ez alapján úgyhogy elkezdtük a nagy takarításunkat. Ahol pozitív folyamatok kezdődnek, ahhoz általában az érintettek is csatlakoznak. Ahogy szépült a kórház parkja, egyre többen segítették Adrient elképzelései megvalósításában. Nagyon sok szép növényt kaptunk, és elindult a pályázat megírása, jelentkeztünk, és így sikerült ez a lehetőség, hogy nyertünk. Nekem végeredményben az volt az első benyomásom, hogy ezt a parkot egy kicsit fiatalítani kell. Tehát egy kicsi lendület kell a parknak, tehát úgy értem, hogy színekkel, különböző fákkal, amik ugye nyíló fák, és akkor ezáltal ugye az embereknek vonzóvá válik, és a tekintetüket oda vonza. Úgyhogy számomra inkább egy kis, úgymond élet, egy kis szín, egy kis vidámság kell a parkban. Úgyhogy nekem egy picit úgy mondom, hogy olyan kicsit öregecske volt, de most már nagyon sok növényt, fát ültetünk, telepítünk, és törekszem arra, hogy egy színes színfolt legyen a területen. A szép környezet már egy fél gyógyulást jelent. Szeretnénk, hogyha a kórház környezete, a kórház parkja egyrészt méltó lenne egy megyei kórházhoz, egy egészségügyi intézményhez, arculati kérdés is, de biztos vagyok abban is, hogy egy zöld környezetben, szép növények között, egy kellemes levegőn a gyógyulás is gyorsabb és biztosabb, mint hogyha valamilyen ipari környezetbe kellene ezt megtenni. A parkban dolgozók kezdeményezésére első alkalommal egy tojásfa is életre kelt. És most egy újabb akció indul. Lehetőség van örökbe fogadni egy fát. A kampány során japán díszcseresznyefákból szeretnének fasort kialakítani. Szerintem az a lényeg, hogy az itt lévő dolgozók, tehát a dolgozóink, a látogatók és a betegek, hogyha kijönnek vagy áthaladnak a parkon, akkor ha egy 5 percre is egy feltöltődést, egy belső harmóniát teremtsen számukra, tehát abban az, ha A-tól B-ig haladnak egyik épülettől a másikig, akkor lássanak egy szép növényt, egy szép virágot, egy szép fát, és ezáltal ugye a maguk egy feltöltődést adjon számukra.